A klímaszorongás volt a fő témája annak az előadásnak, amit általános és középiskolás diákok részére szerveztek a Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári képzési központjában csütörtökön délután. A klímaváltozás napjaink egyik legaktuálisabb kérdésköre, éppen ezért szervezte ezt a programot az iskolásoknak a Székesfehérvári Diáktanács. A Klímapolitikai Intézetből kértünk meg most egy előadót, hogy segítsen a diákoknak eligazodni a klímaváltozás, a klímaszorongás kérdésében, hiszen nagyon sokat lehet erről hallani, információk, félinformációk keringenek, úgyhogy szeretnénk, hogyha a diákok valóban hiteles előadótól tájékozódhatnának. Az előadást a Klímapolitikai Intézet képviseletében Kovács Erik kutató tartotta, akinek a diákok feltehették kérdéseiket is. Azért annyira nem kell félni a klímának a megváltozásától, ahogyan a történelmi, tehát mind a földtörténeti, mind az emberi múltban is. Az emberek is, illetve a növények és az állatok is tudtak alkalmazkodni a változó éghajlati körülményekhez, ugyanúgy majd a jövőbe is képesek leszünk rá. A Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári képzési központjában folyamatosan szerveznek különböző érdekes és aktuális előadásokat. A következőt Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője tartja a tárgyalás és a diplomácia témakörében január 25-én szerdán 17 órakor.